Ennek az állítólagos időmenedzsment könyvnek a valódi tartalmáról már a borítón elfonnyadó banán is árulkodik, de maga a szerző sem árul zsákba macskát. Faltól falig kapjuk a képünkbe a szégyentelenül nyers és lehangoló halálfókuszt. És valahogy mégis sikerül megkönnyebbülve, fellélegezve, időnk biztosabb terelgetési képességével a zsebünkben távozni a kasszától. Na, ez a nem semmi. Berkman egy saját bevallása szerinti produktivitás kocka, aki kb. Minden létező tudulistás, tennivaló, rendszerezős, világon felülkerekedős módszert kipróbált az ég alatt, és sokáig írt is ezekről egy újságnak. És mivel hivatalosan is ez volt az állása, kínálkozott a lehetőség, hogy egyre jobban belelovalja magát, és addig se kelljen szembenéznie az idő uralásának lehetetlenségével. Kb. Mintha egy alkoholistának kényelmesen épp borkóstoló lenne a szakmája. Csak hát végül kiért a jelenlegi tudományunk szélére. Talán pont mert a munkája során messzebb juthatott a hagyományos produktivitás kísérletezéssel másoknál, és meglepődve tapasztalta, hogy még ott sem volt megoldás. Ezért ideje volt újra gondolni az egészet. Így született a 4007, avagy a magyar fordításban az Élet rövid című könyve, amiben egy határozottan filozófiai irányból esélytelenségünk teljes tudatában boncolgatja a témát. Hosszú távon mind halottak vagyunk. Ha feltételezzük, hogy 80 éves korunkig élünk, az kb. 4007. De ha mákunk van és 90-ig élünk, akkor is csak 4700. Ez talán kontextusba helyezi, hogy milyen marha rövid az élet. Vagyis kb. A legfontosabb képesség a világon az időmenedzsment. Sőt, bizonyos szemszögből az egész élet az időnk menedzsmentje. Ennek ellenére dúlva alulbecslés, hogy a produktivitás leggyakrabban csak a to-do listák minél hatékonyabb kipipálgatásából és a fejünket homokba dugó pörgésről szól. Kérdőívek sorra mutatják ki, hogy mennyire elfoglaltnak és sürgetettnek érezzük magunkat. És ennél még rosszabb a helyzet, mert a legelfoglaltabbak eleven nem érnek rá ilyen kérdőívek töltögetésére. A legtöbben ezt úgy próbálják megoldani, hogy mindent is belepréselünk a napjainkba. Van, aki még büszke is erre. Lásd, hustle kultúra, struggle porn és hasonló találó kifejezések. Megpróbáljuk minden teendőnket szarrá optimalizálni, hogy egy-két másodpercet nyerhessünk. A baj csak az, hogy aztán arra a pár plusz másodpercre is jután tennivaló. Edward Hall antropológus egy futószalaghoz hasonlította az időt, ami azonnal új feladatot hoz, amint az előzővel végeztünk. Ha produktívabbakká válunk, az csak gyorsítja a szallagot. De vége ugye nincs, szóval hova is ez a nagy kapkodás? A repülők, a háztartási gépek és az internet korában persze, hogy gyorsabb egy csomó dolog. De láthatóan hiába gyorsítjuk őket, ha velük együtt az elvárásainkat is növeljük. Nem törődünk vele, hogy egy csetüzenet például ezernyi kilométer kábelen és számtalan routeren halad keresztül, vagy hogy hányszor gyorsabban teszi ezt, mint régen a posta. Ha a töltésikon egy pillanatra is karikázni mer, akkor fel vagyunk háborodva. Mindünkben, vagy legalábbis sokunkban ott motoszkál, hogy valami nincs rendben a világgal. És nem ilyen matrixos, morfeuszos módon, hogy ne lenne valódi. Inkább olyan értelemben, hogy nagyon nem így kéne csinálni a dolgokat. Hogy lehetne ezt sokkal jobban, emberibben is. És amíg ezzel nem nézünk szembe, addig a produktivitás csak abban tud segíteni, hogy gyorsabban tekerhessük a mókuskereket. Ez a könyv tehát az időmenedzsmentről szól ugyan, de a többiek ellentétben itt abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ez az egész nagyon el van b***va. És nem csak tovább javítani akarjuk a produktivitást, hanem konkrétan megjavítani. Ismerjük el a korlátainkat. Nem az a baj, hogy limitált az időnk, hanem hogy nagyon toxikus elképzeléseink vannak arról, hogy hogyan is kellene használnunk a limitált időnket. És mellesleg elég modern nézet az, hogy mindent az időre alapozunk. De már most annyira berögzült, hogy teljesen természetesnek vesszük. Kb. Mint David Foster Wallace beszédében a hal, aki ugye nem tudta, hogy mi a víz, mert mindig is az vette körül. Ha viszont egy kicsit is kizumolunk, egyből más a kép. A gyakran emlegetett középkori farmer, akinek habár nehéz fizikai munkával, undorító körülményekkel és betegségekkel vagy halállal kellett szembenéznie, az idő miatt biztos nem aggódott. Az sem lenne pontos állítás, hogy akkoriban még lassabb volt az élet, mert hát
mihez képest? Pont az a probléma, hogy manapság már mindent időben mérünk. Jönnek a kis óra, nap, hónap, év konténerek, amiket meg kell tölteni, és ha túl sok mindent kéne beletuszkolni, akkor stresszelünk. Amikor meg nem tudunk eleget tenni bele, akkor meg unatkozunk. Ami miatt meg utána bűntudatunk lesz. Ezzel szemben az órák elterjedése előtt az ember csinálta, amit csinálni kellett. Haladt, ahogy haladt. Nem próbálta például letudni tömbösítve a havi tehénfehés adagot egy nap alatt, vagy optimalizálni, hogy korábban aradhasson. Nem kapkodott, mert felismerte, hogy a feladatoknak úgysem lesz vége soha. És csak így volt esélye megélni az életét. Még ha az jóval rövidebbre is sikerült a mai átlagnál egy-egy ilyen búbópestis kitörés miatt. Persze, ilyen szintű lazaság mellett nem lehet együttműködni és koordinálni a világot, szóval nyilván érthető, miért találták fel az órát az idő pontosabb követhetőségére. Csak vegyük észre, hogy ezzel egy fontos mentális átállás is megtörtént. Az idő innentől már nem csak egy átlátszó közeg, amiben az életünk folyik, mint a halaknak a víz, hanem egy élettől különálló erőforrás. Az erőforrás használatot pedig nyilván optimalizálni kell, nem? Így kezdtük eredmények helyett órabérben fizetni az embereket. Ezért viszont azokban az órákban nem volt ám beszélgetés, vagy egyéb más lustálkodás, minél több férjen bele. De az sem megoldás, ha kívülről nincs hajcsár, mert belülről saját magunkat is ugyanúgy hajtjuk ebben a mentális modellben. Ha túl sok a teendő, akkor megpróbáljuk uralni az időnket, ahelyett, hogy elgondolkoznánk, nem-e a teendőink mennyisége az aránytalan. Az a baj, hogyha így gondolkozunk az időről, az egy olyan játékba visz bele minket, amit nem nyerhetünk meg soha. Onnantól már nem csak úgy vagyunk az időben, hanem minden pillanatot az alapján ítélünk meg, hogy mennyire hasznos. Hogy mennyiben járul hozzá valami célhoz, vagy egy olyan jövőbeli állapothoz, ahol majd már relaxálhatunk, mert idézőjelben kész vagyunk. Ezzel kirángatjuk magunkat a jelenből, folyton a jövőben élünk a fejünkben, és utána meg csodálkozunk, hogy hova lett az életünk, amit közben elfelejtettünk átélni. Soha nem tudunk majd eleget tenni, vagy elégnek lenni, mert az elég azt fogja jelenteni a fejünkben, hogy az irányításunknak mindenre is ki kéne terjednie. Spoiler alert, nem fog. A megoldás nem lesz épp egy forradalmi áttörés, mert a filozófusok már nagyon régóta tárgyalják. Egyszerűen el kell engednünk az irányítás illúzióját, és megélni azt a tökéletlen, hatékonytalan, össze-vissza alakuló életet, amink van. Elfogadni, hogy nem fér bele minden, és ezért nem félni, hogy kimaradunk valamiből, mert a dolgok 99%-ából úgyis kimaradunk. Ehelyett inkább örüljünk, hogy egy választásunk minden más opcióra nemet mond. Ha minden beleférne, akkor a választásaink maximum csak a sorrendet adnák. De mivel nem fér bele minden, a választásaink mutatják meg, hogy nekünk mi fér bele. És ez fontos ahhoz, hogy jelentőségteljesnek élhessük meg azt, ami végül belefér. Minél jobban szembenézünk ezekkel a tényekkel, annál produktívabb és élhetőbb lesz az életünk. Az aggódás persze soha nem tűnik el teljesen, a szerző szavaival, látszólag abban is tökéletlenek vagyunk, hogy elfogadjuk a saját tökéletlenségünket. De ennél jobb produktivitási módszert még nem talált. A hatékonyság csapda. Az elfoglalt nem feltétlenül kéne, hogy azt jelentse túlterhelt. Mert ugye semmi baj nincs azzal, ha elfoglaltak vagyunk, ha közben nem vagyunk túlterhelve. De sajnos a gazdasági spektrum minden részéről az látszik, hogy az emberek manapság igencsak túlterheltek. És nem csak azok, akiknek dupla műszakot kell vinni, hogy legyen mit enni, hanem azok is, akiknek csupán egy jól fizető munkahelye van. Ironikus, hogy legtöbben úgy próbáljuk megoldani a túlzott elfoglaltságunkat, hogy még elfoglaltabbakká válunk, mert akkor majd biztos minden belefér. Soha nem fog beleférni minden, mert amint beletuszkoljuk az előző adag mindent, úgy bővül majd a mindenünk definíciója. A háztartási gépek elterjedése például nem csökkentette a háztartási munkát, mert egyszerűen annyival nőttek a tisztasággal kapcsolatos elvárásaink. Az elmúlt évszázad hatalmas produktivitásugrása nemhogy nem csökkentette, de konkrétan növelte a munkaórákat, mert annyira megnőttek az elvárásaink, hogy milyen tempóban kéne haladnia a munkának. Mozgó célpontra nehéz lőni.
Persze ez nem jelenti, hogy akkor most hirtelen befejezhetjük az e-mailekre válaszolást vagy a munkát. De nagyon más lesz, ha a hatékonyság csapda tudatában állunk hozzájuk. Mert csak így tudjuk elkerülni, hogy a megnövekedett hatékonyságunk mindössze még több teendő nyakunkba aggatásához vezessen. Amiket mellesleg sokszor mi magunk aggatunk a saját nyakunkba. Csak akkor hozhatunk megfontoltabb döntéseket arról, hogy mi férjen bele az időnkbe, ha elfogadjuk, hogy nem fér bele minden. A régiekkel szemben dupla hátrányból indulunk. Régen általánosságban hittek a túlvilágban és a világrendjének állandóságában, így nem volt gáz, ha a rövid földi életük során, ami amúgy is egy bevezetés csupán az öröklét előtt, csak játsszák a szerepüket. Ma viszont nagyrészt ateisták vagyunk, nagyrészt erre a világra koncentrálunk, és nagyrészt hiszünk a haladásban, ami miatt egyre élesebben érezzük majd, hogy mennyi mindenből ki fogunk maradni. Erre ad egy látszólagos megoldást, ha az életünket minél több élménnyel próbáljuk teletömni. Ez azért szomorú, mert ilyen szemszögből akár a milliómos csemete vagy a gazdag nyugdíjas is ugyanolyan túlterheltek lehetnek, mint a minimálbéres munkás, csak nekik a mindenféle élmény belegyömöszölése az, ami nem megy. De ugyanez a művészre is, aki nem tud eleget alkotni, vagy az önkéntesre, aki nem tud eleget segíteni. Ha azt hiszük, hogy minden belefér, akkor könnyebben hanyagoljuk majd a dolgok priorizálását. Elvégre, ha idővel úgyis meg lesz minden, akkor mit számít, ha ezt a fél órát még elszuttyogom? Majd utána is tudok még elég energiát fektetni az önmegvalósításba. És mivel az igazán értékes dolgok általában nagyobbak, a kicsik könnyen beférkőznek eléjük. Éveket lehet így produktívan elpazarolni, ha az ember stratégikusan pont azokat a dolgokat halogatja, amik amúgy számítanának. Ha viszont nem hinnénk, hogy van elég időnk, mert nincs, akkor talán ritkábban engednénk a kísértésnek. Nézzünk szembe a végességgel. Még az absztraktabb filozófusok is általában csak azon törik a fejüket, hogy miféle dolgok léteznek, honnan erednek, és mi közük egymáshoz. De egy bizonyos Martin Heidegger nevezetű, még absztraktabb gondolkodó szerint nem vagyunk eléggé elámulva azon, hogy egy világ itt világkodik körülöttünk egyáltalán. Annyira könnyű lenne, hogy ne legyen semmi, hogy kész csoda, hogy van valami. Ezen felül szerinte a létünk annyira teljesen összefügg a végességünkkel, hogy a kettő gyakorlatilag szinoníma. Nem csak, hogy korlátozott időnk van ezen a világon, de mi magunk korlátozott idők vagyunk. Az időnk nem csak hátrafelé véges, mert megvan, hogy hogyan jutottunk ide és kik vagyunk miatta, de előrefelé is, mert bármit is választunk, azzal számtalan egyéb dolgot nem választunk. Ide egy érdekes zárójel, hogy az angol decide, vagyis dönteni szó a latin decidere, vagyis levágni szóból ered, miszerint levágjuk az alternatívákat. A végesség adott. Az egyetlen kérdés, hogy szembenézünk-e vele, vagy tagadni próbáljuk. Morbidnak és stresszesnek tűnhet, de Heidegger szemszögéből pont az a morbid, hogy mindenféle figyelemeltereléssel épp csak fejre nem állunk, hogy ezzel ne kelljen szembesülnünk. Illetve a dolgoknak nem csak attól lesz értelme, hogy valami más helyet választjuk őket, hanem attól is, hogy nem csinálhatjuk őket örökké. Ha holnap is ugyanolyan jó lenne az írásra, vagy holnap után, akkor ma miért írjak? Nem mondjuk, hogy a halállal való szembesülés kellemes, vagy boldog, de legalább igaz. És bármi, ami segít tényleg abban a világban élni, amiben amúgy élünk, az csak jó irányba terelgethet. Különben meg a 4007 csak az örökké valósággal összehasonlítva tűnik kevésnek. A nullához képest kemény 4000-rel több. Nem az a tisztességtelen, ha a halál pofátlanul elragadja tőlünk az örök létet, inkább az a csoda, hogy egyáltalán kaptunk valamennyi létet. Nem nehéz döntéseket kell hoznunk, hanem megtehetjük, hogy nehéz döntéseket hozzunk. Nem mindjárt más. Jobb halasztgatóvá válni. Az eddigiek fényében nem az a cél, hogy eltüntessük magunkból a halasztgatóságot, hanem hogy a megfelelő dolgokat halasztgassuk egész életünk végéig, miközben a jókat meg csinálgatjuk. Vagyis épp hogy jobb, prioritás alapúbb halasztgatóvá kell válnunk. Csak hát ez a priorizálás sajnos nem annyira egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert fontos dologból is sokkal több van, mint ami beleférhet az életünkbe,
Szóval valahogy azok között is válogatni kell. A rosszféle halasztgatás abból ered, hogy nem akarunk szembenézni a választási kényszerünkkel. Fejben könnyű több, párhuzamos és mellesleg egymást kizáró jövőt is egyszerre elképzelni magunknak, de amint ezt meg szeretnénk valósítani, jönnek szembe a korlátok. Ezt sokan úgy oldják meg, hogy nem is próbálják megvalósítani egyiket sem, mert a valóságban úgyis tökéletlen lenne. Ehelyett a szerző a következő három főbb tanáccsal szolgál. Egyrészt fizessünk magunknak először. Mint ahogy a pénzügyek világában, itt is az a fontos, hogy a fontos dolgok kapjanak időt előbb. Ha azt reméljük, hogy minden más letudása után majd még marad idő, azzal csak áltatjuk magunkat. És itt ugye kb. Mindegy is, hogy arányában mennyi időt kap az a fontos dolog az egyebekhez képest. A lényeg, hogy ő kap időt először. A második tipp, hogy a fontos dolgok között is korlátozzuk, hogy hány vasat tartunk egyszerre a tűzben. Ha túl sok az épp folyamatban lévő szál, akkor könnyű lesz mindig egy másikra ugrani, amint az előző túl nehézzé, vagy épp túl unalmassá válik. Így azt érezzük majd, hogy haladunk, de valójában pont azok a leküzdésre váró akadályok elől sikerül homokba dugni a fejünket, amik igazán számítanának a tényleges haladás érdekében. A konkrét javaslat, hogy legyen az aktuális to-do limit mondjuk 3, és egy új csak akkor jöhet be, ha valamelyik kész. Ez az alapos megfontolás miatt arra kényszerít majd, hogy előre priorizáljunk, ami amúgy is a lényeg lenne. És mellesleg azt is hozni fogja magával, hogy intuitíven szétbontjuk majd a feladatainkat kisebb, menedzselhetőbb darabokra, mert különben hónapokig vagy akár évekig befoglalnák a három szabad hely egyikét. A harmadik tipp pedig, hogy kerüljük a közepesen érdekes dolgokat. Addig például kb. Egyértelmű, hogy ha van egy 25-ös lista arról, hogy mivel szeretnénk foglalkozni az életünkben, akkor szervezzük minél több időnket az első 5 köré. De a maradék 20-at nemhogy hanyagoljuk, de aktívan kerüljük, mert ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az első 5-re. Ezek azok, amik egyrészt nem voltak elég csábítóak, hogy bekerüljenek a top 5-be, de ahhoz meg elég csábítóak, hogy el tudják terelni róluk a figyelmet. A nemet mondásnál az csak a könnyű rész, hogy nemet mondunk az olyanokra, amiket amúgy sem akartunk volna csinálni. A nehéz rész tudatosan nemet mondani arra is, amit amúgy szívesen csinálnánk, de nem fogunk, mert felismerjük, hogy csak egy életünk van. Mordecai Richler szavaival: egy fiú 2, 3 vagy akár 4 potenciális ember is lehet, de egy férfi csak egy. A többit megöli. A figyelem elterelésekről. Oké, limitált az időnk, priorizálni kell. De hát a figyelem elterelések mindenbe beleköpnek. Mert például kb. Senki nem tervezi, hogy egy videó, ahol befőttes gumikat feszítenek egy görög dinnye köré, az majd 40 percet el fog venni a napjából. És kevesen érzik úgy, hogy valóban ezt választották, miközben aktívan ott ragadnak ez a videó előtt. Mégis igen sok ember esetében ilyesmi történik. Napi szinten. A figyelem nem tárolódik, ahogy az idő sem. Ha nem mi választjuk meg, hogy hogyan használjuk fel, akkor majd valamilyen külső hatások választanak helyettünk. Manapság a digitális figyelemelterelések a legnépszerűbbek, de már a görög filozófusok is foglalkoztak a témával. Csak ők belső karakterhibaként tekintették, amikor nem arra fordítjuk az időnket, amiről amúgy valljuk, hogy fontos lenne nekünk. Persze van, ami ilyen ösztönös, alulról felfelé megzavarás, mint egy pittyegő telefon vagy egy felsíró gyerek. De a lényeg az, hogy a felülről lefelé tudatos figyelmünket mire fordítjuk. És hogy ezt tudatosan választottuk-e. Mindenki számára azzá válik a valóság, amire figyel. Vagyis a szociális média nem is csak attól lesz félelmetes, hogy mennyi idő elpazarlására rá tud venni, hanem hogy közben hogyan torzítja óhatatlanul a világról kialakított képünket a fejünkben. Nem csak elterel a fontosabb dolgoktól, hanem azt is átprogramozza, hogy mit tartunk fontosnak. Olyat tesz elénk, ami könnyen fenntartja a figyelmünket. Ez viszont gyakran a kirívó érzelmekre épít, így ritkán olyan, amire érdemes lenne a valóságunk normál szintjét belőni. Végső soron azonban nem a külső ingerekkel van a gond. Nem is annyira megküzdenek a figyelmünkért, mint inkább mi magunk menekülünk hozzájuk az aktuális teendőink kellemetlenségei elől.
És sajnos ez azokra a tevékenységekre is gyakran vonatkozik, amiket amúgy mi magunk szándékozunk csinálni belső késztetésből. Nem mindig a nehézségük, hanem az unalmasságuk miatt. Az unalom nem feltétlen azt jelenti, hogy nem érdekel eléggé, amit épp csinálunk. Arra is ez a reakciónk, amikor szembe kell néznünk a végességünkkel, és hogy nem mehet minden úgy, ahogy szeretnénk. Hogy fel kell adnunk a tökéletesség illúzióját, miközben megpróbáljuk a való világba áthozni a terveinket. Ez kellemetlen, ezért hirtelen mindjárt nagyobb lesz a szociális média görgetés vonzereje. Mert habár az interneten eltöltött idő nem mindig szórakoztató, de mindig korlátozatlannak érezhetjük magunkat közben. A valós életünk korlátaival éles kontrasztban. A lényeg, hogy amikre figyelemelterelésként gondolunk, azok már inkább csak a tünetek, nem az okok. Az okokat pedig kb. Csak úgy kezelhetjük, ha megtanuljuk jobban tűrni a kellemetlenséget. És egyáltalán elengedjük azt a tévképzetet, hogy ennek nem így kéne lennie. Amint a figyelmünk tényleg a tevékenységünkre irányul, és nem az ellene való lázadásunkra, egyből jobb lesz a helyzet. Ahogy a könyv címe is tartja, az élet rövid. Ez az összefoglaló viszont már így is rohadt hosszúra nyúlik. És még csak a felénél vagyunk. Úgyhogy itt most inkább veszek egy mély levegőt, és kettőbe vágom a tanulságokat. Ti is szusszanjatok egyet, és a második részben folytatjuk Oliver Berkman filozofikus időmenedzsment tanfolyamát.